lelket gyógyítani az mindig azt jelenti, hogy nem 5-10 évre, hanem mondjuk 60, akár 70 évre is gyógyítunk. Nekem szerintem nagyon jó fej. Én nagyon játékos vagyok, és tudtam, hogy valami olyat kell választanom, amit nem 1-2 évig fogok szeretni, hanem akár 30-40 évig is nagyon fogom szeretni. Nagyon szimpatikus ez a doktor. Tök jó, hogy otthon mögötte a háttérben egy ilyen kutyus, meg bringa. Igen. Mondjuk, hogyha a bácsi is otthon lenne, akkor neki is lehet, hogy ilyen lenne a háttere. Egyébként lehet. Először is már, amikor behívom őket, akkor rögtön beszélek hozzájuk is, nem csak a szülőkhöz. És szerintem én azt vettem észre, hogy már ez megnyugtatja őket, hogy nem mint kívülálló kezelem őket. Ez azért jó, mert ugyanazt csináltam, amit mi is mondtunk, hogy elmondja, hogy mi fog vele történni, és elmondja, mi fog vele csinálni. Én nem fogom attól még jobban érezni magam, hogy anyukám tudja, és én nem tudom. Meg az anyukánk az nem, hát hogyha mi vagyunk beteg, akkor biztos, hogy mi tudjuk jobban, hogy nekünk mi fáj. Először is elfogadjuk, hogy a gyerekek félnek. Nem várjuk el tőlük, hogy ne férjenek. Nagyon fontos az, hogy mi is lehetőleg kedélyesen, nyitottan viszonyuljunk hozzájuk. Nálunk az osztályon ez egy alapszabály, hogy a szülő minden pillanatban ott lehet a gyerek mellett, és nincs az a beavatkozás, nincs az a helyzet, amikor kiküldenénk őket mellől. Ez nem tetszett, mert szerintem az derült ki, hogy ők nagyon igyekeznek, hogy segíteni a gyerekeknek, hogy a féljenek. És az is nagyon jó, hogy a szüleik ott lehetnek mellettük, mert az a legnagyobb biztonságot jelent. Ezen kívül még számos technika van, amivel tudjuk a fájdalmakat csökkenteni, akár a környezetnek a kialakításával, hogy körbenézünk például. Akkor fehér falat látunk, és egy csomó ilyen műktőtartót. Akkor most komolyan így rendeznék be, hogyha van ott egy, mit tudom én, egy műtő, aztán akkor van egy oldó, akkor van rajta egy kismacska. Azt várjuk tőlük, hogy legyenek fegyelmezettek, mikor vénát szúrunk nekik, és vérvételük van. Ez irreális. Ez az egész egészségügy, ez egy erőszakszervezet. A gyerek legalábbis biztos, hogy ezt látja benne. A mi dolgunk persze nyilvánvalóan az, hogy ezt a lehető legkisebb mértékre szorítsuk vissza. Annak abban mondod, amit a felnőtteknek szerintem jobb. Van. Érthető. Igen. Úgy érted, hogy nem lehetne értelmezni? Igen. Túl doktorosan beszél. Igen, az, hogy vérvételt, az nem jó neki, viszont akkor magyarázzák el, hogy ez miért csinálják, miért, hogy mi lesz, hogyha meg... Tehát, hogy ne, ez neki jó, ez nem... Lehet, hogy fáj, de utána már meg fog gyógyulni. És szerintem azt is el kell mondani, hogyha nem csinálnak meg, akkor mi történne, és hogy miért fontos ez, hogy megcsinálják? Lenyomom-e a gyerekek nyelvét kanállal, ha meg akarom nézni a torkukat? Alapjában véve nem. Semmi esetre sem nyomjuk le a gyerek nyelvét, mert az azért egy elég otthoni praktika lenne. Ha elmondom, hogy mit szeretnék, hogy nem fogok használni kanalat, csak lámpa van a kezemben, és annyi a feladat, hogy kinyissa nagyra, és én akkor bele fogok látni, akkor ez általában szokott menni. Szerintem sokkal jobb a gyerekeknek, hogy nem így felé kell, hogy jaj, a kanállal be fog nyúlni a számba, hanem igen, meg hogy megmutatja, szerintem az is jó, hogy hogyan kell, mert hogy nyisd ki a szád, kinyitom éppen, ki van nyitva, de hát amit még nem csináltál, azt honnan tudnád?